Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Hello, emberek! Üdvözöllek benneteket ismételten egy fantasztikus pótlakos videóval, ami már rohadtul régóta dukált volna. Eltelt egy pár hónap, a pótlakkal túl sokat nem foglalkoztam, voltak más gondok is, meg ugye az éves alap probléma az még mindig kulminálódik, szerencsére kerítés az már megoldódott, de mint látjátok, egy majdnem kész fehér fal előtt állok. Elfogyott a festékem az utolsó réteg előtt. Úgyhogy, mint a videó elején beharangozólag látjátok, meg a fejemen, ebben a videóban is lesz haladás, mert tiszta festék vagyok, úgy alapból, és el fogunk jutni egy következő lépcsőfokhoz megint, de még mielőtt nagyon-nagyon belevágnánk itt a nagy építkeződésekbe, így támogatandó a pótlakot, meg úgy alapból azt, amit én itt csinálok, meg valamiből kell festéket vennem, mert, mint látszik a falon, elfogyott. Nézd meg egy reklámot. Sziasztok srácok, Reklám Tomi vagyok. És tudjátok, mi fog következni? Egy reklám! Ugyanis a mai ügyvédi költségvetés videót a Kárvertikál támogatta, amit már jól ismerhettek erről a csatornáról, mert már egy jó ideje itt vannak, mint támogatók. A Kárvertikál egy autó előjét lekérdező applikáció, weboldal, ahova némi pénzért cserébe beírhatod az alvásszámodat vagy rendszámodat, és le tudod kérdezni az autód esetleges előéletet. Volt-e törve, volt-e tekerve, vagy volt egyéb más olyan probléma, mondjuk lopott, vagy taxiként használták, vagy egyéb, amelyet nem árt tudni, mielőtt megvásárolsz mondjuk egy nagyobb értékű autót. A mai lekérdezésben egy Subaru BRZ szerepel, amely hát már a képről látszik, hogy törött volt. 2017-es, kilométer óra számlálója manipulálva volt, és emellett még törött is. Itt látszanak a képek. Valószínűsíthetően amerikai a gépjármű, nagyon kopár tárverés szaga van a dolognak, nem volt lopott, nem volt taxi, viszont tekertek egy szépet a kilométer óra állásán, 100.900-ról 63.000 kilométerre. Pénzügyi és jogi státusznál van ennyi, hogy Magyarországon sikeresen vizsgázott, megkapjuk a műszaki adatokat, ismert országban regisztrálták, tehát Egyesült Államokban igen, jól sejtettem, amerikai autó volt, aztán Lengyelországba került, majd végül Magyarországon regisztrálták. Ilyen és ehhez hasonló információkat kaphattok egy Kárvertikál lekérdezésből, hogyha használjátok a kuponkódot, ami itt van, kedvező minden egyes alkalommal működik, hogyha autót kérdeztek le, nem csak az első lekérdezés alkalmával, ki van próbálva, én is használtam. Szóval, hogyha van pár millió forintod egy autóra, és ezt megvennéd, és nem akarsz vele hatalmasat bukni, hogyha nem muszáj, akkor érdemes előtte pár ezer forintot áldozni egy lekérdezésre. Lehet, hogy nincs semmi kompromitáló információ a járműről, de hogyha van, akkor később az komoly költségektől tud téged megmenteni. Addig is! Link a leírásban, itt a kuponkód, és vissza a videóhoz. Amit az előző epizódban is mondtam, itt a fürdőszobával kell kezdenünk valamit, mert túl magas a kád. Le kell tenni annyira, amennyire csak lehet, és ahhoz ezen a részen itt ki kell egy ekkora kört kanyarítani, hogy ez itt elférjen, illetve ez lent elférjen, meg be lehessen kötni a kádat, meg annak a túlfolyóját is. Úgyhogy itt ezt egy kicsit át kell szapkodni, és akkor utána tudom idomítani a vázat, amit hát ebben a magasságban elvágok, meg ott is, és lejjebb lesz hegesztve a talpa, ennyi fog történni róla. És akkor az bőven elegendő, lent van a padló szinten, és akkor lehet benne rendesen zuhanyozni is. Mert hát én 2 méter vagyok, itt meg emelt a padló, és hát közel van a plafon. Úgyhogy most újra tervezés van. Hát igen, egyébként eléggé AS szabvány alapján készül a pótlak. De nem baj, így vittesebb. Hát az a helyére került, és most jó helyen van. A rögzítése az nem lett a legszebb, de megfogja, semmi gond. A jó burkoló megoldja, én meg majd valahogy. Még gondolkozom itt, hogy mi legyen, mert kicsit szűkös itt a hely. Lehet azt fogom csinálni, hogy ide csak egy platform lesz, ugye így a kád fölött, és kap egy hasonló ilyen elválasztót
ide is, csak nem 70 centis, hanem ugye akkorát, amekkora a kád, azt hiszem ez fél méter, valami ilyesmi. És akkor lenne itt is egy elválasztó, itt is egy, ez egy kvázi ilyen csinált zuhanykabin féleség, és akkor bele lehet szállni a kádba, de azért a zuhanyzól nem fröcsöksz ki. Meg nincsen zuhanyfüggöny, amit nem szeretek, mert tapad, meg minden, meg hogyha kilóg a kádból, akkor lefolyik róla a víz. Úgyhogy egyőre az adott terv, hogy lehet, hogy akkor itt csak egy ilyen platformszerűség lesz, az eltakarja ott a lukat, amivel hozzá lehet férni a följövő dolgokhoz. Ugye ott fog följönni a víz, és el fog menni a kád mellett, valahol ott, valahogy. Jó kérdés. Itt a kád mellett elviszem gyakorlatilag. És ugye itt hagytam annyi helyet, hogy egy ilyen profil vastagsággal körülbelül föl tudjak jönni, és meg tudjam csinálni a platformot a csapnak, és akkor ebbe lenne belevezetve a, belecsavarozva a csap, ugye legyen egy szekrényi tartása, és akkor ide jön mellé majd a mosdó, WC, mosógép. Aztán majd meglátjuk, lehet, hogy valami fürdőszoba butort még ide fölteszek, aztán akkor van tárolóhely. Meg ide legfeljebb egy ilyen föllógatós polcot, valamit kitalálok, vagy csak egyszerűen teszek ide egy fürdőszoba polcot. Körbe kell majd burkolni, meg kell csinálni a helyét itt a dolgoknak, aztán fasza. Úgyhogy most megcsinálom oda a keretet, az akkor rendben lesz, és megcsinálom ide is a keretet. És ja, még a boilernek kéne megcsinálom egy ide egy vaslemez lesz téve, és nem fogja betolni a gipszkartont, mert ugye ez nem hagyhatom így, ezt mondhatok a videó kommentjeiben is, de nem is volt tervez, hogy így hagyom. Meg ugye így befelé lejt a boiler, azt kicsit kijebb kell hozni, ugye egy ennyit, így, valahogy. Egy cokik is vaslemez lesz betéve ide. És meg kell vennem a ventilátort, ugyanis itt lesz egy elszívó ventilátor valahol, körülbelül itt. És akkor itt lesz egy kapcsolható elszívás, amit ez a kapcsoló fog kapcsolni. Ez a villany, ventilátor. Hát ezzel meg vagyok. Szépen nem szép, de legalább funkcionális, meg egyébként elbír engem, tehát teljesen fasza. Azért nem lett belőle teljes fal meg polc, amit terveztem, mert ahhoz túlságosan mély és keskeny lenne. És megcsináltam ezt így egy platformnak, lesz itt egy elválasztó, és akkor oda lesz téve majd egy ilyen valószínűleg műanyag, fürdőszobai polc, és akkor lesz a pakolós az ilyen törülközőknek, meg az ilyeneknek. Ugye onnan jön föl majd a csap, egy ilyen hosszan nyelű csappa, leágazással zuhanyrózsa, és ennyi igazából, tehát nem egy bonyolult dolog. Most viszont össze kell néznem, hogy milyen szerelvények kellenek, meg vízcső, meg ilyenek, úgyhogy ja, lesz megint egy jó nagy bevásárlásom vízanyagokból, és akkor, hogyha ki van építve már a víz, akkor lehet mindent burkolni és glettelni és rendesen megcsinálni. Akkor már elég jól előre haladtunk a dolgokkal, plafon, padló és félig meddig lakható lesz az utc. Ja, mert még ki kell idáig hozni a vizet, meg el kell vinni a szemvizet a kapuig. Ja, alakul. Alakul a fürdőszoba, mint látjátok, nagyjából elkészült a csövezés. Innen még most le kell vennem a boilert, mert ide kell tennem egy támasztékot neki, amire rátámaszkodhat. És elkezdem szépen kiglettelni a dolgokat, itt amit lehet így a falakat, ezt megcsinálom, és addig is kiveszem minden a kádat, ezt be kell még itt gipszkartonozni, ide még kell egy hozzáférés biztosító ajtócskát csinálni, és be kell a kád melletti részt is falazni. Arra első körben kap egy OSB lap borítást, és úgy jön majd rá a gipszkarton. Itt úgy beszéltem meg a vizes úriemberre, sok egyszerűbb lesz, hogyha ezt itt tovább felhozom, és így a falból, itt lesz egy fal sík, és ebből fog kiállni a csaptelep, és akkor sokkal esztétikusabb lesz, és hát továbbra is itt ezt a részt ki tudom addig is glettelni. És akkor még ide kell majd egy ilyen takaró borítást csinálni, mert ezt itt hülyén sikerült megoldanom. Ja, ez az én bénaságom volt, ez az ablakkeret részt, ezt majd szépen ügyesen el megguyverjük. Most nekiállok glettelni, és itt leveszem innen a boilert, hogy legalább ezzel egy kicsit haladjunk. Aztán ha minden jó, vagyok utána jön a traktor, és kiássa nekem az árkot a vízcsőnek, illetve a szennyvízcsőnek a kapuig. Úgyhogy nem sokára a villany mellett víz is lesz a házban, és akkor ha elkészül a fürdőszoba, akkor be is lehet nagyjából rendezgetni, jöhet az álmennyezet,
ha álmenetet megvan, akkor már lehet festeni, ha már festés megvan, akkor utána lehet padlózni. És ha a padló megvan, akkor gyakorlatilag lehet butorozni, meg be lehet rakni a klímát. Ja, fú. Igen, ez, és emellett még a robot is csinálom. Nem vagyok normális. Nos, végre folytattam a pótlakot is, hát az előző vágás óta eltelt egy pár hónap, hát igen, voltak gondok, ide most épül egy másik ilyen megoldás, ugyanis úgy beszéltem a vizes úriemberrel, hogy itt falból kiálló csap lesz, amihez kell egy darab fal, viszont hogyha egy darab fal lesz itt, akkor a zuhanykabin, illetve az a kis vízterelő cucc, az túlságosan messze lesz a falt, hogy lenne egy rés, és úgy gondoltam, hogy akkor itt csinálok egy ilyen fal burkolatot, ami meg is adja a zuhanyzó rész formáját, lesz egy kis dizing fal benne, tök jó, és akkor ide jön majd rá ez az üveg cucc, amit már kibontottam. Itt van, nagyon szép. Itt szépen hajlik az üveg, ez lesz a vízterelő, hogy ne legyen össze-vissza fröcskölve a mosdó, hogyha zuhanyzok, és ne legyen muszáj zuhanyfüggönyt tennem. Ez a terv, aztán, hogy ez jó lesz-e, vagy nem-e, majd meglátjuk az első fürdésnél. Na de, akkor ide még kell bele pár merevítést tennem, és utána mehet rá a gipszkarton, ide tettem néhány profilt, tudom, nagyon szép, és akkor ide is jön rá a gipszkarton, kivéve ide, mert itt lesz egy USB lap burkolat, egy ajtóval, és akkor ott lehet elérni a főcsapot. Meg ide is gipszkarton jön. Nos, ezzel meg is volnánk, ez itt nincs még betéve, ide majd egy ajtó jön, de még nem tudom, hogy teszek ebbe amúgy lapot, lehet, hogy ide inkább fából fogok vágni valamit, és majd meglátjuk. Lehet, hogy csak a ki lesz vágva belőle majd egyelőre így marad. El kellett még mennem elvédőért, mert az elfogyott, úgyhogy azt beszereztem, és jöhet a glettülés. Úgyhogy ezt fogjuk, és megletteljük, és tök jó fog kinézni, és ez így most itt nekem jó lesz. Aztán jöhet a csiszolás, mert hát ezen ki kell egy kicsit még dolgozni. Most jön a kedvenc részem, a falcsiszolás, de gyűlölöm. Na mindegy, toljuk végig. Azt egy pár helyen még úgyis glettelni kell, de az már nem olyan vész. Itt is kikentem egy pár helyen, itt is végig kell még tolni. Aztán gyakorlatilag festhetek, ami meg már tök jó. Nos, meg is az első kör csiszolással. Pár helyen még nagy látó. Újra kentem, mert ott nem lett az igazi. A sarkait majd akkor, hogyha az utolsó körnél tartok, addig egyelőre még géppel darálok, addig nem kell. Fú, de gyűlölöm. Futerühellem. Ennyi van hátra, aztán kész, ha lehet festeni. Továbbra is utálok csiszolni. Fúj! Minden tiszteletem az összes szobafestő, mázolónak, meg autófényezőnek. Maradok inkább a rap style-lel, aztán azt nem kell festeni, ezt elég, hogyha le van csiszolva, aztán alkalmanként lehúgyozza az ember, és akkor jól rohad. De ez főre gyilkos.
Hát a vetteléssel nagyjából készen vagyok. Itt még úgyis egy pár helyen burkolat lesz, úgyhogy nem lesz olyan gáz. Ez is le lesz burkolva. Aztán majd folytatjuk tovább, szerintem festés meg álmennyezet lesz. Ki lesz egyszer festve, szépen egy rétegbe, hogy azért nézzen ki valahogy. Aztán majd meglátjuk, hogy hol lesz burkolva, meg hol nem. Majd kitalálom. Ezt addig itt becsukjuk. Nyitva volt, úgyhogy kicsit befolyt a víz sajnos. Azt most be fogom csukni, és nem szárad semmi. Ilyen jó, ki vagyok puderezve. Ebben a videóban addig szeretnék eljutni, hogy legalább a szoba ki legyen festve. Az elég lesz egyelőre, jól lesz odáig elérni. Aztán majd folytatjuk az álmennyezettel, mert ugye hát még sehol nincsen. Meg a lámpák, meg ilyenek. Aztán még a vízbekötés is várat magára, mert a kerítés miatt muszáj volt eltolnunk az ásást. Nem fértek volna el a kerítés, a srácok, hogyha kiásatom a gödröt. Meg ugye ott voltak még útban a kerítéssel, megtelt, minden is útban volt. Most jön még majd novemberben a pajta alakítás, mert azzal is gondok vannak, de hát ja, ez egy ilyen kör. Nem akartam eddig húzni, de hát egyéb okok miatt itt sajnos bedőltek dolgok. Igen, kidőlt annak középen az a gerenda, oszlop. Nem tartott semmit igazából, csak ott volt, az fogta össze az elejét, ha már nem fogja össze. Mellett meg ebben a fantasztikusan rohadt szeles időben, hát ezt innen gyakorlatilag kitépte ezt a zsanért a pajta kapunál, úgyhogy ez az oldal a kapunak nem nyitható jelenleg. Örülöm, be tudtam csukni, ki van ékelve. Hát majd letépte a helyéről az egészet, oszlopostul minden estül. Ja. Az a rohadt szeles idő az nem volt kellemes semminek most. Na de, vágás, pótlaka, folytatjuk. Hú, de fáradt vagyok. Mindezek után nincs is már más hátra, mint hogy egy próbafestést csináljunk, mert a hálószoba az gyakorlatilag készen van. És mielőtt felrakom az álmenetet, előtte gondoltam kifestek, mert úgy sokkal egyszerűbb, hogyha már kész van a fal. Aztán utána letakarítom a fóliát, mert ez itt eléggé, ja igen, autót szereltem. Sajnos. Nem sajnos, igazából csak karbantartás volt. Lepucolom a fóliát, és akkor mehet föl rá az álmennyezet. Aztán még nem vettem meg a lámpákat, de az is mehet majd föl rá. Úgyhogy lássuk, hogy milyen lesz kifestve. Nos, három réteg festék után nem rossz, most hagyom megszáradni holnapig, azt a napfényben megnézzük, mert hogyan fog mutatni, hogyha megszárad szépen és jól néz ki. Remélem azért takar, lehet, hogy még egy réteg kell rá, lehet, nem tudom, azért inkább megnézzük holnap, hogy néz ki, aztán a hét további részében majd folytatom, mert megvan az ablaküveg is, csak még nem mentem el érte, tehát ja. Kicsit most le vagyok maradva a dolgokkal, de hú, ez úgy néz ki, hogy rendben lesz. Legalább a szoba el fog készülni, a festése ebben a videóban. Aztán folytatjuk az álmennyezettel, meg az ajtóval, meg itt is a festéssel. A fürdőszobában majd készülik át szépen. Nos, hát majdnem jó, elfogyott a festék, mivel ez most ilyen maradékanyagból tesztként festettem ki. Úgyhogy, mint látjátok, fehér a fal. Kell még rá egy réteg, meg ennek még száradnia kell, mert ez még nem szárad meg teljesen. Mivel most hirtelen nem tudok pont ugyanilyen márkájú festéket venni, mert ez egy maradék anyag volt még tavaly előttről, ezért az utolsó réteget majd azzal a festékkel fogom felkenni, amivel az egész ki lesz festve, és akkor biztosan ugyanaz az árnyalat lesz, vagy legalábbis annyira hasonló, hogy én már leszarjam. Alakul a pótlák, és itt elvágom ezt a videót, mert majd haladunk tovább a szennyvízzel, meg ilyesmivel, a következő epizódban, ami nem tudom, hogy mikor jön, ez az epizód is már hónapok óta készülgetett, mert mindig, amikor éppen csináltam valamit rajtak, ugye videóztam. Az eleje az júniustól kezdődik, ja, szóval itt volt egy kis kihagyás. De a lényeg az, hogy halad a dolog, alakul a dolog, készül a dolog, és a következő videóban találkozunk. Ja, addig is, sziasztok! Attól függetlenül én holnap folytatni fogom a következő videónak a felvételével. Ja. És most megcsinálom ennek a videónak az intróját. Igen, srácok, ez így működik a YouTube-on, tudjátok, hogy van ez. Na, sziasztok!